jön tehát a harmadik mérkőzés, ami egyben. Jelent a végére. Le! Ukrajnából már a szükséget illeti, hiszen 2-0, és hogyha Jole nyer, itt is lehet látni, 3-1. Nem fordulhatok meg a török játékos a szélsőjével. Nem szokták hosszan benézni egyébként az edzők, hogyha laposan keresztpontát adnak, mert gyorsan sebességgel halad, és a másik játékos felé a labda, azt el lehet csípni, az nagyon kockázatos. Legalább kezdődik. És ezek a minimális hibások férnek bele. Talán gyors passzos játékot szeretné játszani, akkor mindenképp ajánlott lenne az, hogy több háromszögezés, és akkor ezek a kényszerítők egyébként a pozíciójukból a szűrőket és a védőket. De hiába indul be, lehet látni, Matic azonnal Csalhanov úgy lekövette, és egyértelmű van, hogy Jole ezzel labdát szerez. És igazából a osztogatással kell, akkor hátra passzol, cél keresztlabnak, Kolárovnak, és továbbra is tartja, és nagyon, nagyon érdekes ilyen, hogy a játékos fejében valószínűleg az, hogy egyébként is hibára akarja készíteni. És megint eljutott az ellenfél 16-os helyig, visszapasszol, egyben! És ez azt jelenti, hogy ugye a harmadik meccsben ilyenkor kettős terhet hátrányban lévő félre, mert ugye nem elég, hogy ebben a meccsben is hajtania kell az eredmény után, hanem most már ott lobog, vagy most tudom, ott lóg jobban mondva, ugye Mucsahit feje fölött az, hogy ez bukta, és tovább, és Szerbia. Nézzük akkor, hogy a teljes támadó képezet mire lesz képes.
Yılmaz. Dietsch. Hibázott ugyan Jole, de valahogy még ezt is sikerült olyan magabiztosan javítani, hogy elképesztő. Azt gondolom, hogy egy szinten fejjel van az ellenfelét. És nem lenézni akarja az ember ilyenkor, ugye Mujahidet, mert bemutatta ő is, nagyszerű játék. Megverte Jolét a csoportmérkőzésen, és arra eljutott a fényeim. De itt szerb fiatalember, egészen elképesztő, amit bemutat. Nagyon vészesen fogy az idő. Az első fél időből már nincs olyan sok. Alig, hanem itt nem is kell arra appellálni, hogy meg lehet a szépítés. De még nyerni kell a török játékosnak. Ezeket a meccseket ilyenkor már eldöntik. Na, ez viszont egy szerintem. Ez egy-két friss ember, már pedig nagyon úgy tűnik, hogy Csere mellett döntött ugye Jale is. Jó, Yılmaznak azonban vissza kellett lépni, és így némileg veszít a lendületéből. A sarkozás ettől függetlenül remeg. Ez így még nem van. Itt azért izgalmas lesz, és jó, hogy a török játékos tudott egy gólt szerezni. Hát ez végül is. Ez így az összecsapást. Húha, el fog tudni indulni, mit rövít, és aki ezt bevenni. Csak össze! Ez még jó, hiszen ez viszont lehet, hogy bár ugye nem adja föl ilyenkor az ember, de azért ettől már a kedvét, hogy kettő egyen. Ugye nagyon közel volt az, hogy egyenlítsen, de hát még távolabb esett. Most már egy gól meg nem elég, hát így lehet, hogy az gól. Na, sikerül beadni középre.
hajrá! Hát lássuk, hogy kinek lesz jobb a hajrá. Nem kérdés. Nincs, tud lefordulni, de mirál szépen. Hadályozta meg ebben, viszont egy nagyszerű beívelés, Jajic! Ez az a 50% egyébként a labdabirtoklás, és ebből már azért látni, hogy kiegyenlítette a labdabirtoklás, egyébként ebből jobban jött ki Mucsehit is. Matic. Érdekes, hogy pont a harmadik meccs az, ami a leggolgasztagabb. Oda csúszásra meg, hiszen Tamics így folytathatja a jobb szélen, betör a 16-oson belőlre, próbált egy szögletet kihatolni szerintem belőle, vagy azért kereste a fizikai kontaktot, hát esetleg szabálytalankodik Mucsehit. El. Ez is egy jó felpassz, mert Műr nem nagyon tudja kinek adni, és túl sokat várt, viszont második vonalból érkeznek a társak, de csak eddig. Uha, egy már zavart a két szerb, úgyhogy Jola ezt most elrontotta. Műr. Nagyon jó helyről jár egyébként a szabadrúgás. Na nézd! Ki tudja valamit tekerni? Felsőtek! Célba venni, de hát ott meg Mitrovic egy óriásit hárított. És a lövések vannak ezzük szabadból. Szóval sikerül visszafejlődni. Pedig ahogy kirongyolt, óriási, nagyon szépen tartja meg, és így Mitrovic pedig robotokat nem tudja lévelni, játékos, aztán vágdassa most már fölfelé a labdákat, hát aki tud lépni egy támadójával, meg hogy nehezebb legyen ugye felpasszolgatni a török játékosnak, hát neki is ívelnie kelljen, és ebben azért benne van a hibázási lehetőség, vagy éppen a les. Négy perc a rá. Na, ebben azért még szerintem van izgalom. Mert ugye rohanni, ez egy jó labdaszerzés. Köcsi! Jazicinek tovább, külsővel, be tudja Karamannak passzolni, és benne! Óriási védés a kapuból. Itt van a tenger hogyha ez nem hozna gólt, vagy esetleg az eredmény, akkor az azt jelenteni, hogy a törúgások. Hát, akár az a lezárása lenne ennek a Europa's Nations Cup-nak, akár pedig, hogyha azt tesszük alapul, hogy azért harcol a török játékos, hogy úgymond életben van. És bárharcol Vlahovic, törni 16-oson belülre, kap egy bodicseket, ennek ellenére vissza tudja passzolni, viszont ez már pontatlan volt. Szabadítani, bár a fejest követően visszapattog a 16-osig a labda, de akarni onnan, húha! Eddig nem látott hiba Csole oldaláról. Védővel adta el a labdát, amivel igazából neki iramodhat Mucsehit, és ő biztos, hogy most óriási ellenpar küzd, hiszen a padlóról állt fel. Borulnak a játékosok, a játékvezető hívja azonban néma marad, hárman is ki tudnak Kavecsire zárni. Ömür. Nem tudni szerelni, ketten rángatják majd a harmadik ember is. Már mondtam, 3-1-ben sikert
jelentett Jole számára, ez pedig nagyon kemény volt, Vlahovicsot rárúgta. Ellenfele, Kavecsi kap egy sárga lap. Ez az első sárga lap. Levéve Tadic felé, ez óriási lap, de biztos, hogy át fogjuk tudni, mert én nagyon alá szaladt most Mucsahit, betudja a rövidre. Szerezni, mert most magasabb fokozatra kapcsolt, nekem úgy tűnik. Vlahovics, most a szabítást illetően róla szólnak. Vlahovics közben vissza tudja passzolni. Ez így jó. Mindenki Savic. Nagyszerű! Na, de lesengelt. Ugye a szerb támadó. Simán lehet bírni, hogy nincs semmi probléma. Nagyon-nagyon le tudja szívni az embert, és nem lehet fenntartani hosszú ideig. Egyébként, hogyha a valódi labdarúgásnál tartunk, nem véletlenül szokott az előfordulni, hogy csak Magyarország példáját említettem a portugálok ellen, ugye az Európa-bajnokságon, hogy 75-76 percig minden flottó ment, és aztán néhány perc van összehozott a csapat. Pont ezért, mert egyszerűen ezek ilyen hirtelen igazából úgy kijönni az emberek, hogy a szervezet és nem tartani ezt a magas fokú teljesítményt, ami ahhoz kellene egyébként. A másik játékos, ugye, törőkerek egyenes, hát azért valljuk el egyébként, hogy mindnek lényegesen több ilyet kell elfogyasztani ahhoz, hogy egyáltalán meccsben maradjon, vagy valahogy tényleg szépítsen a küzdelemben. Nagyon komoly, amit megtesz most Jole azért, hogy labdát szerezzen, és rögtön küldi felfele. Nem jutott el a labda. Kovic Savic. Sokkal többet ível egyébként, ez és a szervjátékos szeretettel veszi elő valamilyen megoldását. Ezben egyébként Jemucsait kevésbé szereti földről felemelni a labdát. Nál ez egy labdát. Egy óriási szolgálatot tesz Pavlovic. És hogyha minden igaz, Törökország kezd. Középrelő és hibáz egyet Jazicivel. Csak tehát elrontja rögtön az első lövést. És ugyanúgy középre megy. Jolézol is, úgyhogy mind a két játékos elbaltázza az első büntetőjén. Ha, ez nagyon felment ez a csík. Nézzük csak, ez is középre megy. Érdekes. Kázás. Lehet, hogy egyszer csak elugrik valamelyik kapus. Mi történik itt? Vagy borzasztó nehéz büntetőket rúgni. Tadic közben. Tadic megpróbálta a balansó, de nem volt annyira jól helyezve, de borzasztóan jól érezte egyébként. Nincs itt, hogy erre kell betűtnie. Kettő, semmi mindkét oldalon. Mitrovic vele szemben Ömür, vagy az Jole, és végül Mucsahit először a büntető párbaj során. Ellenfele eszén, némileg előnyben. Jole tud egyenlíteni. És belövi! Na, úgy tűnik, hogy a harmadik párosig kellett várni, hogy megtörjön. Egyetlen sárga lapos. Középre vagy helyezés? Majdnem. Helyezés, de inkább középre, Mucsahit elrontja, ezzel pedig előnyt ad, mert hogy Vlahovicsal egyébként is összehozza Jole. És középre lő, miközben Mucsahit elugrik. 2-1-re vezet. És nagyon közel a bajnoki cím, ugyanis hogyha ezt kihagyja Mucsahit, akkor ennyi volt. Nincs több lehetőség.